Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök a Hargita magazint látják. A mai adásban beszámolunk a múlt hétvégén zajlott helyhatósági választásokról. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok! Ugyanolyan súllyal lesz jelen az RMDS Hargita megye tanácsában, mint eddig. Borboly Csaba sajtótájékoztatón értékelte a választások eredményeit. Hargita megyében az RMDS megtartotta támogatottságát. Azokon a településeken, ahol leváltották az eddigi polgármestert, nem pártokat, hanem személyeket büntettek a választók. Jelentette ki Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, június 6-ai sajtótájékoztatóján, amelyen az önkormányzati választásokat értékelte. Szerinte az alacsony részvétel üzenetét a politikusoknak fel kell dolgozniuk. Alázatra van szükség, komoly kapcsolattartásra a választókkal, tette hozzá. Hát köszönöm a Hargita megyei választóknak, értékelték a munkát, értékelték a munkánkat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly visszajelzés, visszacsatolás, hisz harmadik mandátum kezdődik, és hasonló arányban kaptunk szavazatot, mint ezelőtt 4 évvel, vagy ez mindenféleképpen egy folyamatos bizalmat jelképe. Ez azt jelenti, hogy a folytatásra és a hasonló erős tempóba kell folytatni a munkát, amely a párbeszédre van alapozva, amely a bevonásra, a közös megbeszélésre, a közös erőfeszítésre, a szolidaritásra, a közös hát gondolkodásra. És én abban hiszek, hogy ott, ahol ez így történt eddig is, vagy így fog történni, ott igenis lesz részvétel is, és lesz megfelelő számú pozitív szavazat, mert az emberek egyre inkább egy munkatársra számítanak a politikusokban, egy olyan csapat tagraként tartanak számon, aki segít, aki dolgozik, aki elszámoltatható, akihez lehet fordulni, aki nem gőgös, aki nem arrogáns, aki válaszol, és aki nem bújik el a bürokrácia ütvesztőjében a választói elől. Úgyhogy ilyen szempontból van üzenetem ennek a mostani tegnapi választásnak is, látszik, akiket büntettek, és látszik, akiket díjaztak, úgyhogy köszönet a szavazóknak, és az is látszik, hogy hát az RMDS-nek a főbázisa és az alapja úgymond a Hargita megyei szavazatokból áll, hisz úgy néz ki, hogy negyede vagy akár nagyobb része is az RMDS-ről adott szavazatoknak az innet van Hargita megyéből, tehát nekünk itt Hargita megyeinek nagy a felelősségünk, és oda kell figyeljünk, hogy ősszel ezt még tudjuk egy kicsit bővíteni, van tartalék, és ha el tudjuk azt érni, hogy az RMDS nagyobb arányban győzzön ősszel, akkor el tudjuk érni azt az ideális helyzetet is, hogy nélkülünk többet, vagy legalábbis az elkövetkező 4 évben Románia parlamentjében rossz döntéseket ellenünkbe ne tudjanak hozni, és nélkülünk lehessen meghozni, vagy velünk lehessen meghozni minden jó döntést. A megyeelnök szerint nem igaz, hogy az új választási törvény miatt a polgármesterjelöltek nem lehettek cselekvő részesei a kampánynak. Csíkszentdomokos, Csíkszentsimon, Kozmás, Szentmihály esetében az látszik, hogy ahol van jól kommunikáló jelölt, verseny, ott magasabb a részvétel. Székelyudvarhelyen pedig hiába volt a kampányban napi 10 felavatás, az év 365 napjában kellett volna dolgozni. Borboly Csaba reményét fejezte ki, hogy az RMDS ősszel a parlamenti választásokon az összefogás listájával eléri a 6%-os eredményt, mert addigra mindenki belátja, hogy nem a többpólusú politika, hanem az érdemi munka vonzó a választóknak. Brassó megyében is másutt az IMMP-re leadott párti szavazat elég volt, hogy ne magyar jelölt nyerjen, jegyezte meg a megyeelnök. 44%-os feldolgozottságnál látható, hogy az RMDS alapja, Hargita megye, ebben a megyében dől el az őszi eredmény is. Ez nagy felelősség, hangsúlyozott Borboly Csaba. Összességében elmondható, hogy az RMDS megyei listájára több szavazat gyűlt össze, mint a helyi listákra.
Hargita megyében a szavazók 53,95%-a adta le voksát az RMDS polgármesteri jelöltjeire, 57,47%-a az RMDS-es helyi tanácsos listákra, és kiemelkedően magas arányban 63,56%-ban szavaztak az RMDS megyei listájára. Róbert Kálmán az RMDS jelöltje lesz Csíkszereda polgármestere a következő 4 évben. A testületben 13 RMDS-es tanácsos lesz. 13 képviselővel lesz jelen Csíkszereda tanácsában az RMDS. Hangzott el a választásokat követően tartott sajtótájékoztatón. Rádúj Róbert Kálmán az RMDS polgármester jelöltje a leadott voksok 72%-át szerezte meg, vagyis a következő 4 évben ő vezeti a megyeközpontot Csíkszeredát. A Rádúj Róbert Kálmán és jelöltek által tartott sajtótájékoztatón elhangzott, sikeres volt az általuk szervezett kampány, az eredmények azt mutatják, hogy az RMDS az egyetlen megújulni képes szervezet. Az új városvezetőt arról is kérdeztük, mivel magyarázza a választásokon való alacsony részvételt. Az elégedettséggel, hiszen most olyan világ van, hogyha valaki nem ért egyet valamivel, akkor kimegy az utcára, elmondja a véleményét, illetve elmegy szavazni, és másra szavaz, hogyha más a véleménye. Azt is láthattuk, hogy akkor Csíkszeredában valahol 30% körül vannak azok, akik elmentek és másképp gondolkodtak, de ha az összakadalomból nézzük, akkor ez a 30% ez jelentősen kevesebb. Persze, ne tévessze meg senkit, a romániai választói névjegyzékek egészen pontosan leírják, hogy romániainak az állapotok, tehát a papíron van 18 millió szavazópolgár és van 20 millió lakos, ami egymagában több, mint vicc, és ez így van évek óta, senki nem kezd ezzel semmit, mutatja, hogy a Románia centralista állama milyen szinten leledzik 2016-ban. A választások másnapján tartott sajtótájékoztatón Rádúj Róbert Kálmán arra is kitért, hogy a más pártok színeiben bejutott kollégákkal együtt kell dolgozniuk, gratulált nekik és jó munkát kívánt. Ezelőtt 4 évvel 8 éves programot írtunk közösen az akkori csapattal, Csíkszereda 2020 volt annak a programnak a neve, és semmilyen ok, indok nincs arra, hogy ebből a programból kitérjünk. Mindenki ismeri, ajtóról ajtóról bekopogtunk 2012-ben, és átadtuk a magyar ajkú polgártársainknak magyarul, a román ajkú polgártársainknak románul ezt a programot, és majd akkor szeretnénk egyebet csinálni, vagy ennél ehhez képest más csinálni, amikor ez a 2020-as program javarészt szinte maradéktalanul megvalósul. Nagyon-nagyon aljas politikai időket élünk, zárta az új polgármester a sajtótájékoztatót. Ezzel arra utalt, hogy Romániát a törvények módosítása nélkül alakítják át, a kisebbségeket pedig egyre jobban kiszorítják, megfosztják jogaiktól. Gálfi Árpád lesz Székelyudvarhely polgármestere a következő 4 évben. A szavazók többsége a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt közös jelöltjére voksolt. A 18.320.473 szavazásra jogosult állampolgár közül 8.872.217-en éltek alkotmányos jogukkal, ami 48,43%-ot jelent országosan. Hargita megyében a 270.485 szavazásra jogosult állampolgárból 117.975-en járultak az urnák elé, ami 43,62%-ot jelent. Udvarhely széken összességében a jogosultak 45%-a voksolt legjobban 61,70%-os jelenléttel Homorócán Márton, leggyengébben azaz 23%-os arányjal Zetelaka teljesített. Székelyudvarhelyen összesen 31.908 szavazásra jogosult szemét vártak, akik a 22 szavazókörzet valamelyikében adhatták le voksaikat, amint az a nap végén kiderült, összesen 13.841-en járultak az urnák elé, ami 42,29%-os részvételi arányt jelent. A 26-ból 6 udvarhely széki közigazgatási egységnek, 2 városnak és 4 községnek lesz új polgármestere, a tegnap lezajlott helyhatósági választások nem végleges eredménye szerint. A megválasztott település vezető közül Bálint Imre Elemér a veterán, ő 6. mandátumát kezdi meg. 47 polgármester jelölt közül választhattak az udvarhelyszéki szavazópolgárok, 12 településen nem született meglepetés, hiszen ott csak egyetlen jelölt indult. A részeredményekből az derül ki, a koalíció jelöltje 5685 szavazatot, a Független Bund Levente Zoltán 3986-ot, az RMDS jelöltje Aros Orsolya 2648 voksot gyűjtött be.
A másik két jelölt elenyésző számú támogatást kapott. Ami a tanácsosok számát illeti, az RMDSZ elvesztette többségét az új testületben. A koalíció jelöltjei 11 önkormányzati képviselői helyett, az RMDSZ pedig 8-at tudhat magáénak. A szavazói kedv alacsony volt a városban, a jogosultak 42,24%-a ment el és adta le voksát. Az egyelőre nem hivatalos eredmények szerint a város 22 körzetéből 19-ben nyert Gálfi Árpád, 3-ban Bunda Levente. Aros azt nyilatkozta, változásra számítottam, mert azt egyértelműen éreztük az elmúlt hónapokban, hogy Székelyudvarhely változást szeretne. A számok azt mutatják, hogy ezt a változást Gálfi Árpád személyében keresték az emberek. Lukács László független polgármester jelölt szerint a kampány jó volt, úgy érzi, becsületesen helytáltak. Gálfi úgy nyilatkozott, csapatmunka volt, az összefogás bizonyított. Azt, hogy most itt lehetek, Szász Jenő barátomnak és családjának köszönhetem. Nincs egyéni boldogulás a közösség boldogulása nélkül, véli a város új polgármestere. Bunda Levente Zoltán leköszönő polgármester elismerte vereségét és Gálfi Árpád győzelmét. Azt mondta, reméli, hogy a város továbbra is a fejlődés pályáján marad, és megmarad egy jókedvű városnak. Azért nem könnyű három párttal szemben egy kampányba megpróbálni nyerni. Ez alkalommal azt kell, hogy konstatáljam, hogy még nekem se sikerült. Hát tudjuk azt, hogy a Néppárt, MPP koalíció ellenem volt, tudjuk azt, hogy az RMDSZ ellenem volt, ilyen körülmények között nem volt lehető ez a harc, hogy olyan kimenetellen legyen, hogy megnyerném a választásokat. Számomra furcsa azért az előjelzések nem ezt mutatták. Az elemzéseket el kell végezzük azzal a csapattal, hogy tulajdonképpen mi is ami történt. Vagy mozgósítása, hogy mi volt ennek a titka, vagy a mi kampányunk, amelyik arról szólt csak jó formán, hogy az eredményeket mutattuk be, hogy ez nem volt elégséges, nem tudom, a tanulságokat le fogjuk vonni a következő két-három napban. Mi mindenképpen becsülettel küzdöttünk, én úgy érzem, az embereinknek főleg. Köszönöm nekik, és köszönöm azoknak, akik elmentek az is szép számba, hogy rám szavazzanak. 25 év után lehet, hogy nekem is pihenni kell, ha nem többet egy hónapot, de az is lehet, hogy 6-ot. Gyergyószent Miklóst Nagy Zoltán fogja vezetni a következő 4 évben. Az alacsony részvétel mellett zajló választásokon a szavazók többsége a Magyar Polgári Párt jelöltjére voksolt. Hétfőn hajnali 5 óráig számolták a szavazatokat Gyergyószent Miklóson. Az önkormányzati választások problémamentesen zajlottak le. Idén országos szintű újítás volt, hogy minden szavazó körzetben első lépésben egy számítógépes ellenőrzés történt, amely a többszörös szavazást hivatott kiszűrni. A számítógépes rendszer jelesre vizsgázott, a Gyergyószent Miklósi állandó választási névjegyzékben szereplő 16.646 választásra jogosult személy közül 5.775-en mentek el szavazni, ezen kívül 2 mozgó urnás voksolást igényeltek. Ez összességében 34,53%-os részvételi arányt jelent. Gyergyószent Miklóson a választás a legnagyobb rendben zajlott le, semmilyenféle fajta incidenst nem jegyeztünk, választópolgárok nyugodtan és végésen adták le a szavazataikat. A 3 polgármester jelölt közül legtöbb érvényes szavazatot, szám szerint 4619-et Nagy Zoltán, a Magyar Polgári Párt jelöltje kapta. Bajkó László a Szabad Emberek Pártjának jelöltje 801, Sztrátyi Lehel az ALDE jelöltje pedig 144 voksot tudhat magáénak. A helyi tanácsosi listára 5497 érvényes szavazatot adtak le a Gyergyószent Miklósiak. 85%-ban Nagy Zoltánt választották meg Gyergyószent Miklós polgármesterének, míg a másik két résztvevő a maradék 15%-on osztozott. A tanácsosi tisztségekre pedig 10 tanácsosa lesz a következő tanácsban a Magyar Polgári Pártnak, 6 tanácsosa lesz a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, 2 a Szabad Emberek Pártjának, és 1 a Nemzeti Liberális Pártnak. Barti Tihamér tanácsos jelölt és Nagy Zoltán polgármester jelölt az előzetes eredmények ismeretében nyilatkoztak. A részleges feldolgozásokat figyelembe véve azt tudom mondani, hogy a megyei tanácsra adott szavazatok azt mutatják, hogy a Gyergyószent Miklósi lakók mindenképp értékelték az eddigi munkánkat a megyei tanácsban. Ezt köszönjük. A helyi tanácsosi listán úgy néz ki a mostani feldolgozások alapján, hogy 6
tanácsosa lesz, mint amennyi volt eddig is az RMDSZ-nek. Én remélem, hogy úgy, ahogy a kampányban is ígértünk, egy pozitív, együttműködő városvezetés lesz a következő 4 évben. Mi a megyei tanács részéről pedig továbbra is szeretnénk támogatni a várost. Remélem, hogy ez sikerülni fog. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy az alacsony részétel nem egy jó jelzés mindenképp a politikum számára, a lakosság részéről, de tudomásul kell venni ezt is, hogy Gyergyószent Miklóson most úgy döntöttek a lakók, hogy kevésbé járulnak az urnákhoz, mint ezelőtt 4 évvel. Le kell vonja mindenki a következtetéseket ezután, és kell dolgozzunk azért, hogy az elkövetkezőkben minél többen szerepet vállaljanak abban, hogy döntenek, mi történjen városukban. Mindenképp úgy gondolom, hogy köszönetet tartozom mindenkinek, aki részt vett a mai választáson. Azonban nem hagyhatom szó nélkül azt sem, hogy egy kisebb űr is keletkezett bennem, hiszen azt szerettem volna, minél nagyobb létszámban részt vesznek a Gyergyószent Miklósiak ebben a döntéshozásban, hiszen most volt lehetőség arra, minden 4 évben egyébként, ugye, de most az elmúlt 4 év után először volt alkalom arra, hogy képletesen szóval sárga vagy piros lapot felmutassanak a közéletet vállalók számára. Ha azt veszük figyelembe, hogy Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy szintjén volt a részvétel, akkor azt mondjuk, hogy egy szinten vagyunk Csíkszeredával és Sepsiszentgyörggyel, mármint ami a szavazatokat illeti. Ez egyfelől úgy is értékelhető, hogy már egy szinten kerültünk, de egyébként a célunk az az, hogy nem csak a szavazatok számában, hanem az infrastruktúrális fejlesztésben is egy szinten tudjunk kerülni ezzel a két várossal, hiszen úgy gondolom, hogy van ahová még fejlődjünk, de azt is tudom, hogy meg is tudjuk tenni, hiszen egy olyan csapattal fogunk neki ennek a 4 évnek, amely garanciát ad arra, hogy ezt meg tudjuk tenni. Azt, amit már sokszor elmondtam a választások előtt is, és mielőtt még elvállaltam ezt a mandátumot, ezt most is tartom, hogy én nem szeretnék csak kizárólag az egyik vagy a másik pár polgármestere lenni, hiszen a városban nem jobb és baloldali problémák vannak, hanem a városban problémák vannak, amelyeket meg kell oldanunk. Éppen ezért én úgy, ahogy korábban is elmondtam, én Gyergyószent Miklós polgármestere akarok lenni, Gyergyószent Miklós minden lakos a polgármestere, politikai pártoktól függetlenül. Éppen ezért legnagyobb feladatomnak azt látom, hogy most az elkövetkező időszakban azt az egységet tudjuk megteremteni a testületen belül, amelyre olyan régen vár a közösségünk, és azt az egységet, amellyel előre tudjuk vinni a városnak a sorsa. A választások jegyzőkönyvét előbb a megyei választási iroda kellett jóvá hagyja, majd a bíróságon is jegyzőkönyvbe vették a dokumentumot. Tehát az óvási idő lejárta után az elkövetkezendő hónapban fogja összehívni a megye főispánja a testület alakuló ülését, ahol ünnepélyes keretek közepette le fogja tenni hivatali esküjét a megválasztott polgármester, valamint a megválasztott tanácsosok. Az új képviselőtestület és a polgármester iktatásáig a jelenleg még funkcióban lévő tanácsosok és az alpolgármester látják el továbbra is a teendőket. A megyei tanács összetételéről egyelőre pontos adatokat nem tudni. A legtöbb Gyergyó-medencei településen verseny volt a polgármesteri székért. Csak Ditróban és Remetén nem volt kihívója az RMDSZ-es Puskás Elemérnek és Lackó Albert Elemérnek. Máshol független jelöltek vagy más pártok képviselői szerették volna elnyerni a polgármesteri tisztséget a jelenlegi elöljárótól. Biztos volt a változás Szárhegyen, hiszen Gábor László polgármester korábban bejelentette, hogy ő nem indul újabb mandátumért. Az RMDSZ polgármester jelöltje Ferenc Tihamér kapott kevesebb szavazatot, 649-et, míg ellenfele a függetlenként induló Dangó Ervin 901-et, így ő lesz Szárhegy következő polgármestere. A tanácstestületbe 7 MPP-EMMP koalíciós listáján szereplő és 6 RMDSZ-es tanácsos jelölt jutott be. Dangó Ervin érdeklődésünkre elmondta, nagyon nehéz volt a megmérettetés, ő azt gondolta, hogy fej-fej mellett fognak versenyezni az RMDSZ jelöltjével, de végül nem így alakult. Puskás Elemér, Gyergyó Ditró polgármestere elmondta, úgy tűnik, a bizalom töretlen a munkájával kapcsolatban. A tanácstestület aránya az megmaradt a 13-2, csak annyi változott, hogy most az két polgári pártos volt, most már két néppártos jutott be helyettük. Nagyon elmaradt a szavazási kedv, ugyanis azt látták az emberek, hogy nem volt akkor a tétje, mint ezelőtt 4 évvel, mert a polgármesternek már volt ellenfelezét, úgy mindenki azt is gondolhatta, hogy hát akkor már minden rendben van tovább talán. Így 1526 összszavazó érkezett.
Lackó Albert Elemérnek sem volt ellenfele a polgármesteri székért való küzdelemben. Ennek ellenére Remetin sokan elmentek szavazni, és ezáltal egyel több RMDSZ-es tanácsot juttattak be a tanácstestületbe. Mindenek előtt olyan az a legjobb, hogy ilyen nagy volt a részvétel, tehát nálunk 3292-en mentek el. Ez 63,67%-ot jelent, és azt is jelenti, hogy javítottunk egyet a testületnek az összetételén, 14 RMDSZ-es és egy erdélyi magyar néppárt. Ellenfelem nem volt, a kampányba is, de a kampányba mindenképpen hátrányt jelentett, ezért nagyon jó ez a mobilitás, amit megmutatkozott, tehát hogy ennyien elmentek, mert számszerűsítve nekem is ez a legnagyobb. 3137 támogató szavazatom volt. Én azt remélem, hogy megtartjuk azt a jó munkahangulatot, ami jellemezte az utóbbi idők tanácsait Remetén is. Munka bőven van. Gyergyócsomafalván Márton László Szilárd ellenfele az MPP-s Székely Levente volt, de a jelenlegi polgármester megszerezte a szavazó polgárok 66%-ának bizalmát. A helyi tanácsban ugyanaz az eredmény maradt nagyjából, tehát a arányaiban, mint ahogy volt. A megyei tanács pedig még jobb eredményt ért el, mint én személyesen. Látom, az emberek kétharmada, a szavazók kétharmada, akik elmentek választani, azok belátták és elfogadták a 4 év munkáját, és a folytonosságra, a fejlődés további folytatása, illetve a jó útra, jó úton való továbbhaladásra szavaztak. A részvétel jó volt, jó, ha bár elmaradt a 4 évvel ezelőttihez képest valamelyes, de jobb volt, tehát a megyei, illetve az országos átlag felett vettek részt a csomagfalviak. Úgy gondolom, hogy elég felelősség teljesen álltak a kérdéshez is. Aki itthon volt, mert nagyon sokan nincsenek itthon, azoknak nagy többsége, tehát ez az 50%-nál magasabb részvételi arány, ez igazából a teljes listából van. Akik itthon voltak, azoknak nagy többsége elment is. Gyergyó Alfaluban is két jelölt volt, Gál Szabolcs kihívója, az erdélyi magyar néppártos Simon Attila azonban nem tudta felvenni a versenyt a jelenlegi polgármesterrel, aki nagy fölénnyel nyerte meg a választásokat. A tanácstestületbe a 12 RMDSZ-es mellett két MPP-s és egy EMMP jelölt is bejutott. Ami magát az arányokat illeti, úgy tudom értékelni, hogy tehát a leadott szavazatok arányában nézve, hogy megértették az alfalvi és borzonti emberek az üzenetet, amit közvetítettünk, hogy csak közös erővel és összefogással tudunk előrelépést, fejlődést elérni a településre, és ennek tükrében sikerült 12 tanácsosi helyet megszereznünk, és tehát RMDSZ tanácsosi helyet, és 82% körüli a polgármesterre leadott, tehát az én, mondjam úgy, hogy a kapott szavazatok száma. Gál Szabolcs elmondta, hogy 4 évvel ezelőtt 600-zal többen mentek el Gyergyó Alfaluban szavazni, de valószínűleg a távolmaradás a csendes kampánynak köszönhető, hiszen többnyire kerekasztal beszélgetések során nyilvánultak meg, és mindhárom párt a programjáról, elképzeléseiről beszélt, nem az ellenfeleivel foglalkozott. Gyergyóújfaluban szoros volt a küzdelem a polgármesteri székért. Egyed József jelenlegi MPP-s polgármester mellett Sólyom László az RMDSZ képviseletében, Simon Csaba pedig függetlenként indult. A képviselő testületben 7 RMDSZ-es, 7 MPP-s és egy független tanácsos tevékenykedhet majd, de Egyed József szerint ez nem jelent majd problémát, hiszen mindenki a közösségért akar dolgozni. Elsősorban is örülök, hogy a választók kifejezték véleményüket, és olyan formán fejezték véleményüket, hogy 3 induló volt, tehát egy kicsit legitimebb volt ez a választás, mint mondjuk, ahol nincsen versenytárs. Persze azt is tisztelem, ahol azt a polgármestert, aki úgy nyert, hogy nem volt ellenfele. Hát nálunk egy kemény, mocskolódó kampány volt, amit inkább a független jelölt összkötődik. Elsősorban ő erre építette fel a kampányát. Mi igyekeztünk nem válaszolni erre, tehát méltósággal végigmenni ezen a kampányon. Aztán a közösség úgy néz ki, a közösségnek a többsége úgy döntött, hogy ezt az oldalt támogassa. Nagyon-nagyon gyenge volt a részvétel, ez úgymond nekünk nem kedvezett, tehát én úgy gondolom, hogyha nagyobb lett volna a részvétel, akkor
az embereknek egy része úgy veszi, hogy úgyis meg lesz, csak akkor így ezért nehéz megmozgatni. A polgármesterek és tanácsosok beiktatására még minden településen várni kell, majd az eskütételt követően foghatnak neki dolgozni, addig még a jelenlegi elöljárók látják el feladatukat. Ez volt mára a Hargita magazin. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra a jövő héten!